Mikor az X-Men Sötét Főnix még csak tervben volt, akkor is elég vegyes fogadtatásban részesült az ötlet, és nem csak a rajongókat osztotta meg. Az X-Men az elsők sikere és az X-Men Apokalipszis ellentétes kritikai fogadtatása után jogosak a fenntartások a folytatást illetően. Napjainkban soha nem látott mértéket ölt a szuperhős biznisz mozgókép szinten, kérdés, hogy megéri-e a mennyiséget növelni a minőség rovására. Felmerül a kérdés, kinek is az igényeit szeretnék kielégíteni a gyártók, amikor tömegével, de hektikus színvonalon ontják magukból a filmeket. Jane Grey soha nem volt átlagos, ami miatt már kisgyermekkorban a hozzá hasonlók sorsára jutott, nem fogadták be sehol. X-professzor azonban szárnyai alá vette és gondoskodott róla, hogy a lány kordában tudja tartani erejét. Egy nap való sikerült akció során Jane megváltozik, óriási és fékezhetetlen erejével pedig az X-mereknek kell megküzdeniük. Aki még nem látta a filmet, megnyugtatom, a megtekintése után sem lesz okosabb. A kitaszítottságtól, másságtól szenvedő Grey története a legkevésbé sem tud érdekfeszítő lenni, mert annyi sablon alá van csomagolva, amennyit nincs türelmünk lehántani. De hiába is próbálnánk a dolgok mélyére látni, eredet történetnek is kínosan felületes a történet, majdhogy nem egy szimpla felnövés történet, csak a szupererő adta adottságok kihasználása nélkül. Sophie Turner házról házra jár, ahol folyamatosan elutasítással szembesül, de kinek árulok el nagy titkot azzal, hogy a végén minden jóra fordul. Az alkotók nem mertek nagyot álmodni, kiszámítható és sokat látott az a sztori, amit bemutatnak. Ezzel még önmagában nem is lenne gond, de megvalósítás szintjén sem lépnek ki a komfortzónájukból. Jelen van az útkereső, a barát, aki megkérdőjelezi a dolgokat és próbál segíteni, az ellenség, akiből barát lesz, a kiábrándult dühös karakter, a figura, aki sosem hagy el a remény, szóval minden olyan szereplő, akit kötelezően be kell szuszakolni egy olyan filmbe, amiről el akarják hitetni, hogy mindenki törődik a másikkal. Szép gondolat, hogy a megbomlott egységet a végére újra összerántják, de már annyiszor lerágott csont, hogy sokkal ötletesebb eseménysorokat kellett volna kreálni ahhoz, hogy bárki figyelmét lekösse másfél órára. Tehát egységében nézve igen sántít a film, mivel nem akar túllépni egy egyszerű látványra épülő mozi élménnyel. A résztvevők motivációit vizsgálva sem jobb a helyzet egy szállal sem. McAvoy itteni karaktere számomra teljesen idegen, nekem nem passzolt semmilyen Xavierről alkotott eddigi képemhez. Ha lineárisan lehetne tekinteni az X-Men filmekre és szereplőire, elfogadnám, hogy fiatalkori énje egészen más volt, mint amit mi később megismertünk, mert az jellemfejlődés. A forgatókönyvírók provokatív hozzáállása Xavierhez azonban nem elég, ha a rendező nem tudja kellően instruálni a színészt és egyben tartani a produkciót. A Sötét Főnix sehová sem sorolható, teljesen megfoghatatlanul lebeg a levegőben. Ugyanígy McAvoy folyton piáló professzora. Jane identitáskereső tevékenysége elhanyagolható, holott ő áll a film középpontjában. Turner alakítása megérdemelt volna egy komolyabb forgatókönyvet, ennek ellenére a karakter minden mozzanata előre látható, nem tudtak tétet adni a zabolázhatatlan erejű lánynak, így a párfordulása is zavaróan együgyű és érdektelen. Erejét sem tudták megfelelően illusztrálni, nem tűnik mérföldekkel különnél egyik társánál sem. A többi X-Men meg csak úgy van, hozzájárulnak egy-két akciójelenethez, de ha nem lennének, fel sem tűnne senkinek. Bosszantó, mennyi kiaknázatlan lehetőséget hagytak lógni a levegőben. Számomra Michael Fassbender volt, aki leginkább helyén kezelte a dolgokat. Felmérte, hogy itt nem sok potenciál szorult Magnetóba, tekintve, hogy mellékszereplő, és magába a filmbe, mégis érezhető volt alakításán, hogy megpróbálta menteni a menthetőt. Ha eltekintünk bármi nemű agytevékenységtől és csak a látvány miatt szeretnénk beülni és kikapcsolódni, akkor is okozhat csalódást a film. Helyenként igazán igényes és mutatós képeket kapunk, például mikor Jane Grey szertesz döbbenetes erejére. Olykor pedig a fejünket fogjuk, hogy milyen gyermetek CGI munkát sikerült összehozni. Ilyen mondjuk az antropomorf idegenek puskával való feltartóztatása is. Apropó idegenek, mert hogy Jane nem csak saját maga ellensége, a filmben úgy érezték, feltétlen szükséges még valami, ami megkísérti. Az egyik cselekményszál alakváltó földön kívülieket vonultat fel, akik a lány hihetetlen erejére pályáznak. Mindezt azért, hogy elpusztítsák az emberiséget, és elpusztult bolygójuk helyett új otthonra lejjenek. Ez nézve is legalább olyan izgalmas, mint leírva. Semennyire. Főként, hogy egy körülbelül egysoros választ kapunk a motivációra, miért is akarja Jessica Chastain feltétlen megkaparintani a földet. Jobb lett volna, ha a kevesebb, több felfogás érvényesül, és elhanyagolják ezt a felesleges és kockázat nélküli bonyodalmat, és több időt szentelnek mondjuk Jane érzelmeire, zavarodottságára, személyes drámájára.
A film vége pedig totális kicsbe torkolik a meghatódottság érzése helyett, úgyhogy vér és könnyek helyett csak szégyenérzet és tehetetlen nevetés marad. Simon Kinberg rendezőként csúfosan alul maradt színészeivel szemben, akik próbálnak idomulni a készítők is a nézők elvárásaihoz is. Összegezve, a Sötét Főnix eredet történetként sem állja meg a helyét, de még szimplán tetszetős képregényfilmként sem lehet rátekinteni. Nem tart sehonnan, sehova, se önállóan, sem a korábbi filmekhez képest nem lehet kontextusba helyezni. Pedig megvolt benne a potenciál, hogy hamvaiból szülessen újja az X-menekről alkotott megosztó közvélemény. Ha még több ilyen videót szeretnétek látni, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a Cinemániás YouTube csatornájára is. Sziasztok!